Amit az emberi elme képes kigondolni és hinni benne, azt képes is megvalósítani, mondta Napóleon Hill. És hogy rásegítsünk arra, hogy ezeket a gondolatainkat minél többször el tudjuk képzelni, és a magunkénak tudjuk érezni, hogy aztán valósággá váljon, készítsünk vizualizációs táblát, vagy füzetet, vagy csak egy sima vizualizációs lapot, amit valahova kiteszel, hűtőre, falra, éjjeli szekrényedre. És miért is jó ez a vizualizációs tábla, füzet, vagy lap? Pontosan azért, mert olyan dolgokat rakhatsz rá, amik a szívedet igazán űzbe hozzák, és ezáltal előjönnek belőled azok az érzések, amik miatt vágysz arra, hogy egyszer megtörténjen veled az, amit oda beragasztottál, vagy odarajzoltál, vagy nyomtattál, ahogy éppen ez neked a legkényelmesebb. A lényeg az, és ez a mai kihívás, hogy készítsen egy ilyen vizualizációs táblát, füzetet vagy lapot saját magadnak. Szállj rá egy kis időt, hogy átgondold, mik azok, amik tényleg igazán valódi érzéseket váltanak ki belőled, természetesen pozitív érzéseket, és ezeket a legfontosabbakat rajzol le, nyomtasd ki, vagy vágd ki egy újságból és ragaszd oda, és aztán időnként nézd rá reggel, mikor felkelsz, vagy ha füzetbe írod, akkor lapozgasd, akár írhatsz mellé egy-egy sort is, hogy mik azok az érzések, amik benned felmerülnek. Mert valójában nem a gondolat az, amitől megteremtjük és manifesztáljuk magunknak, hanem az érzés, ami hozzá kapcsolódik, a legfontosabb a gondolat mellett. Az érzés, hogy milyen pozitív élmények kapcsolódhatnak majd a jövőben ehhez a dologhoz, és ha ezt az élményt megpróbálod magadban feleleveníteni és átélni, akkor az olyan, mintha már meglenne. És ez a lényeg az egészből. Mert ha olyan érzésed van, mintha már meglenne, tényleg képes vagy elhinni azt, hogy ez meg is fog valósulni a számodra. Úgyhogy sok sikert a mai kihíváshoz!